Sziasztok! Hú, de gyorsan vannak már élő nézőink. Na, mai napról. Hát a mai napon szintén hajó, ha nem jó, mindig ezt kell csinálni, ameddig nem fog elkészülni, ugye? Kárpitosokat hívtam ki. Ez a harmadik kárpitos cég, akit ajánlatot kérek. Elég sok különbség van köztük árban, arra minőségre fogják. Az érdekes az, hogy úgy, majdnem úgy ugyanazokat a katalógusokat mutatják meg, ugye? Hát ugye nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy jó minőségi kárpitunk legyen. Pontosabban a legjobb minőségű kárpitot szeretnék. Na, Kudák Anikó, de régen láttalak. Szia Attila! Na, tehát ahhoz, hogy jó minőséget tudjunk csinálni, ugye sajnos mélyen a zsebre kell nyúlni, ez nagyon igaz a hajózásra, viszont holnap már kezdjük festeni a motornak a terét, a motor ki lett véve, és annak a motorházat szerintem holnap már ki is tudjuk festeni, arról majd próbálok valami videót készíteni, láttátok, hogy nem volt túl jó állapotban. Nem volt sérült szerencsére, tehát csak koszos volt, meg rozsdaf volt, meg leütve, meg... De ez most olyan lesz, amilyennek lennie kell. Ez azért fontos lépés, mert a kapitány, tehát a mi kapitányunk csinálja jelen pillanatban ezt. Már megmutattam neki, hogy kell ugye magát a rozsdamentes cuccot felpolírozni. Ugye vettünk polírozógépet. Az már megy neki, tehát innentől kezdve nyugodtan haza tudnék menni, ha csak polírozni kellene. De mivel nem csak polírozni kell, ezért ugye festés is lesz, meg kis javítgatás. Ha ezt meg tudja ugrani, ezt a dolgot is normálisan, minőségben is jól meg tudja csinálni, akkor azt lehet mondani, hogy ez a munkafázis is le van tudva, és onnantól kezdve, ugye kárpitost azt kárpitosok csinálja, akkor majdnem, hogy én haza is tudok menni, haza, de el fogok tudni menni szumbára. Kocsival kapcsolatban, a kocsira szerintem holnap fogunk egy pici matricázást csinálni, ennek pedig az az oka, hogy szeretnénk, ha messziről már észrevennénk azt, hogy az a mi autónk, nagyon jól tud kinézni, ugye, mikor megyünk az utcán és látjuk, hogy éppen az a miénk. Na, Elzsó is itt van. De sokan vagyunk. Tünde is. Soltész Laci. Vagyunk bőven. Judit. Gábor. Bőven. Na, ez az egyik apropója mai bejelentkezésnek. Ugye holnap elviszem akkor ezt a matricás dolgot. Nem, semmi bonyolultságot nem akarok, csak valami kis egyszerűséget. Ugye amúgy ez egy fehér autó. Biztosan láttátok, ez a fehér Suzuki Ignis. És így van, semmi extra. Egyébként maga a kocsi nagyon jó, hát persze, tip-top, új autónál azért ez elvárható. Viszont, én képzeljétek el, és ez azoknak lesz érdekes, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Szeretném a véleményeteket kikérni, hogy mennyire van ennek létjogosultság, vagy mennyire szeretnétek egy ilyen, nevezük szolgáltatásnak. Remélem nem sértem meg, azt mondom, hogy egy kedves ismerősünkkel beszélgettem pár perccel ezelőtt, aki vásárolt tőlünk ott a Sumo Paradise Resorton belül ugye telkeket, és ugye már nem tudjuk neki most talába elkezdeni a házat építeni, nagyon sokan szeretnék, hogy minél hamarabb kezdjük el nekik építeni, de már akik most vesznek, azok már csak jövő évben fogunk tudni kezdeni egyáltalán új házakat, és ez az ismerős egy nagyon-nagyon jó üzletasszony. Olyan termékei vannak, hogy különböző növényi tejkészítő gépeknek az eladásával foglalkozik, és ennek a receptjeivel, ami már eleve egy elég érdekes és nagyon izgalmas dolog. Viszont megkeresett ma egy olyan kérdéssel, hogy ezt szumbán hogyan tudnánk esetleg magát a gépeket is, meg talán leginkább a termékeket. Hát engem a termékek érdekeltek legelőször is, a legjobban.
mire gondolok? Tehát ezek a gépek például rizstejet fognak tudni csinálni, vagy akár kókusztejet fognak tudni csinálni, vagy akár, mit tudom én, kukoricatej, mindenféle ilyen dolgokat. Hogyha ezeket elkészíti, akkor ezek állítólag elég sokáig el is állnak, majd meglátjuk, hogy mennyi ideig. Mondjuk ezt ő tudná jobban elmondani, ő nagyon profi az ilyesmibe. De a helyzet az, hogy mi ezeket a termékeket fogjuk tudni, magát a termékeket is, meg magát a gépeket is árulni a vendégeinknek magyarul. Aki jön, én tejérzékeny vagyok, tehát az engem nagyon felpúfaszt a tej, amivel sok problémám is van. Én szeretem a tejet, a családom nem szereti, hogyha én tejet iszok igazából. Tehát nekik nagyon, nagyon bajuk van vele, az én tejívásom van, mint nekem. Úgyhogy reméljük, hogy ezzel nagyon-nagyon sok problémát meg tudunk előzni. És gondoljatok bele, hogy azok az emberek, akik nálunk fognak megszállni, ezekből a termékekből tudnak akár rendelni, akár inni. És most egy olyan üzleti dolgon gondolkodunk, hogy nem csak az étteremben, hanem kint lesz egy külön kis elárusító rész, és ebben lesznek ilyen én azt mondanám, hogy különleges italok, ételek. Például ez a tofu, tofu crispy, aki lát a videóinkat, azt tudja, hogy miről beszélünk, egy ilyen nagyon különleges sült tofu, ebből lesz azt hiszem olyan 15-18 típus, lesznek különleges sütemények, ami különböző ilyen növényi reszelékből készülnek például, és lesznek ezek a különleges tejek, különleges joghurtok, különleges fagyik, lehet, hogy csak számomra különleges, lehet, hogy valaki tehát nagyon-nagyon sokkal jobban ismeritek, mint én. De kíváncsi vagyok a véleményetekről, hogy mennyire lennétek nyitottak egy ilyen dologra. Tehát gondoljátok bele, megérkeztek Szumbára, ugye, a Zumba Paradise Resortba, és a menün is, és kint a kerthelyiségben is láttok egy olyan nyitott részt, ahol látjátok, hogy hogyan készülnek ezek, látjátok, hogy milyen gépeket, milyen masinákat használnak fel, és akár meg is veheted a masinádat, haza is viheted egyébként Magyarországon, de sokkal egyszerűbb lesz Magyarországon megrendelni, meg kiszállítják nektek, úgyhogy kaptok komplett receptúrát hozzá, hogy hogyan tudtátok akár a mandulatejet, akár a rizstejet, akár a kókusztejet elkészíteni, és bent, akár, hogyha mentek túrázni, akkor ezeket meg tudjátok vásárolni, otthon pedig el tudjátok magatoknak készíteni. Na erre vagyok kíváncsi, hogy mennyire lennétek erre vevők, mennyire lennétek erre nyitottak. Hogyha tehetitek, akkor írjátok meg nekem oda, tudjátok ott elfalazni. Csak annyi, hogy érdekel benneteket, ha akit érdekel, az küldjön nekem ilyet, vagy szívecskét, és akkor majd a végén össze számoljuk, hogy hány olyan ember van, aki nyitott erre. Mert ugye eredetileg jogacentrumot kezdtünk el építeni, én úgy gondolom, hogy ebbe a profilba tökéletesen beleillik ez a dolog is. Na, erre voltam kíváncsi, úgy látom Attila is itt van. A látványkonyha mindig jó ötlet, Mónika. Én is így gondolom egyébként. Ja, igen, valami ilyesmin gondolkodunk, de ez kint a kerti teraszos részen lenne, de bent is lehet belőle rendelni. De hogy milyen lehet mondjuk egy kukorica tej például, fogalmam nincs, vagy kukorica joghurt, nem tudom. De valami őszintén nem tudom, de hamarosan ki fog derülni. Ugyanis egy olyan profi hölgy fog nekünk segíteni, aki ezt kenivágja. Ide jön és megtanít nekünk mindent. És Dani, ezt most neked üzenem ugye, ezt pedig be kell neked illeszteni majd ebbe az egész étterem profilba, de szerintem ez lesz a legkevesebb. Na, nagyjából körülbelül ennyi. Holnap szintén, ha jó, ha nem jó, mert nem kell ki. Úgyhogy holnap még be kell szereznem két gépet, egy hőlégfújót szeretnék beszerezni, ugyanis kiadtam a hajósoknak, hogy minden egyes kábelt, amit összeszerelnek, ilyen zsugorcsövezzenek, és akkor azt ugye le kell szépen hőlégfújóval fújni, hogy az így rá zsugorodik, vagy mi. És van még egy dolog, egy ilyen nagyon speciális vágót akarok venni, ez a, amik így mozog és úgy vág, mert nagyon sok helyreflexen nem tudnak hozzá férni, és nekem van ilyen vágom, de Szumbán, azzal meg itt nem sok mindent érek. Úgyhogy, és holnap csinálok nektek egy videót arról, hogy lehet még a festést is meg tudom csinálni, de a festés utáni állapotot
YouTube-ról biztos, hogy fogok tudni feltölteni valamit. Na, kérlek szépen osszátok meg, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára. A linkek vagytok, egyre kevesebb feliratkozó van a YouTube csatornán. Úgy szeretném elérni most már a 2000-et, nem nagy szám, de nekem az nagyon jó lenne, úgyhogy aki még nem tette meg, az legyen szíves, iratkozzon fel. Aki teheti, ossza meg ezt a videót, ott lent van egy ilyen, hogy megosztás. És aki szerint jó ötlet egy ilyen növényi teljes dologba belefogni, és szeretné is, akkor az odaírhatja a kommentbe, hogy igen, nagyon jó ötlet, vagy küldjön egy ilyet, vagy küldjön egy szívecskét. Na, kíváncsi vagyok, hogy mennyire vagyunk nyitottak erre a dologra. Addig is vigyázzatok magatokra, én még itt vagyok a hotelben, ugye, ahol meg szoktam szállni, mikor balin vagyok. A gimbal az nem arra megy, amerre én akarom, úgy látom. Tehát én még itt vagyok, de véleményem szerint, hogyha így haladunk ezzel a sztorival, akkor jövő héten, még a Ramadán előtt szeretnék visszamenni Szumbára, mert utána nem lehet 10 napig közlekedni, azt mondták, képzeljétek el Indonéziába, nem fognak repülni a repülők. Az a 10 nap, 7-től 17-ig, vagy valami, hogy én megyek vissza, addig csinálják a hajót, mire visszajövök. Ja, és ne vegyetek hajót. Ne vegyetek hajót, nem éri meg. Béreljetek. Tőlünk. Főleg, ha itt vagytok. Na, sziasztok.